Szia, Máté! Hello, Krisz! Mi a helyzet veled? Hogy vagy? Jól vagy? Na, jól van, örülök neki! Kaj, már felte! Hát nem... Eltűnt! Horrorfilm! Horrorfilm! Máté, itt van a maratonfutó, aki volt a másik részbe! Igen? Gyere ide! Ott a maratonfutó! Gyorsan mielőtt elkezd futni! Az nem is maratonfutó, hanem biciklis! Jó napot, Mr. Bicycles Man! Ne! Csicska! Na, no, most már maratonfutó lett! Kösz biciklit! Most már átváltozott maratonfutó! Ó, azt ott egy quad! Ja, de nekem nem kell quad! Mert én szuper gazdag! Milliómos lettem! Igen! Már, persze! Milliómos lettél, Krisz? Igen, nem milliómos lettem. Akkor el tudod nekem tusolni ezt az ügyet? Persze, csak nyugodtan. Nem láttad az elképesztő kalapomat? Ilyen csak is egy milliómosnak lehet. Igen, mutasd meg közelről. Hú, de gyönyörű. Pontosan. Ez hey. Az, megütettem egy milliómost. Juhú! Hé, hey, kis haver, én nem ütögetném a szupermilliómost, aki rengeteg edzésen ment keresztül. És sokkal erősebb, mint a bármikor is leszel. Ennyi vagy? Hát igen, látszik, hogy a de sok miért pénz. Én laggolok, ha elhívtalak meg, te szár. Látszik, hogy a sok pénz. Azt ígérted, hogy eltus alatt, te hazugdög! Na álló srácok, ez itt egy újabb GTA-s videó, és ebben a videóban megnézzük Krisztiánnak az elképesztő milliómos vagyonát. Na Krisztián, intézd el a rendőröket a milliómoddal. Hát? A millióiddal intézd el. Oké, és uram! Álljon meg! Uram, fejezze be! Most azonnal! This ends now! Hát ezek se vettek részt uram, nagyon. Uram, fejezze be a tevékenységet! Ezek se vettek részt nagyon a célzó kiképzésen. Na, Krisztián, most, hogy elintézted a rendőröket nekem, most megmutatod az elképesztő vagyonodat? Persze, megmutatom az elképesztő vagyonomat! De mielőtt a vagyonomat megmutatnám, előtte... Gyere csak ide, Máté! Ebben a videóban egy nagyon különleges lájkos kihívásnak lehetünk szemtanúik is, haverok. Mégpedig nem másnak, mint... Nem sokára meg fogsz látni egy olyan dolgot, ott van a hátad mögött, fordulj csak meg. Megláthattál most egy olyan dolgot, ami teljesen elképesztő és hihetetlen. Ez nem más, mint egy jetpack. Ez a jetpack elképesztő repülésekre képes. De sajnos, ülj bele! Bele tudok Nem tudsz beleülni. Majd csak a következő videóban. Amennyiben a srácok ezt a videót egy nap alatt 4000-en lájkolják. Képesek vagytok rá, srácok? Szeretnétek látni a jetpacket akcióban? Légy, lájkoljátok, srácok, hadd üljek bele! A Máté bele fog tudni ülni abba a jetpackbe, ha lájkoljátok 4000-en ezt a videót egy nap alatt. De most egyenlőre még bemutatom a többi elképesztő szerzeményemet. Igen, most nagyon sokat játszottam. Gyere Máté. Aha. Igen, és ilyen gazdag lettél. És hogy lettél ilyen gazdag? Mondd el a technikát. Úgy lettem ilyen gazdag, kedves kis Máté, hogy elkezdtem először is küldetéseket csinálni, és javítottam a bunkeremet, amit mindjárt megmutatok. És a bunkerrel nagyon sok pénzt lehetett most nemrég szerezni, mert dupla pénzeket kaptál a bunkerre. És utána vásároltam egy ügynökséget, amiben elképesztő nagyon sok pénzeket lehet keresni. Most 3 millió dollárom van. Ja, 3 már... millió dollárod igen, van? Igen, most jelenleg 3 millió dollárom van, de már körülbelül... Én nekem 340 ezer. Már körülbelül olyan 7-8 millióért vásároltam az elmúlt héten. Úgyhogy most meg is mutatom az elképesztő vagyonomat. Gyere Máté, pattanj be! Gyere mi Máté, ez? Pattanj csak be! Ez úgy nem ilyen drága kocsi, de mindegy, hogy menő legalább. Hát drágának néz ki. Nem az a lényeg, hogy drága-e. Elhajtunk a bunkerembe, és körbevezetlek az felújított elképesztő bunkerembe. Jó, csak akkor legalább valami gyors kocsival mentünk volna. Jó, hát ja. Tudok gyorsan jönni. Ja, már itt is vagyunk. Gyere Máté. Azt hittem, hogy ez ilyen távol. Ja, nem hívtalak meg a Motorcycle Klubba, most teszem. Hello. Gyere Máté, körbevezetlek az elképesztő bunkeremben. Ez is nem mondott komolyan. Gyere, pattanj csak be. Már is körbe megyünk. Aj, már kész is van a fegyverszállítmány. Lassan ki kell szállítanom. Hát ez majd időt szakítok rá a napomból. Jó. Igen. Itt van Máté, itt láthatod ezt a barlangos részt. Itt nem sokára fog állni egy hatalmas kamion, ami nem más, mint a Mobile Operations Center,
Hát lehet, meg is veszem most. Megvegyem? Megvegyem? És ez mit tud? Az azt tudja, hogy ilyen felfegyverzett járműveket abban föl lehet így upgrade-elni, meg ilyenek. Aha. És muszáj megvenni az, hogy egyes felfegyverzett járműveket upgrade-elni tudjál. Na, itt mehetünk tovább a folyosón. Ugye ez kicsit üres, de hát ez csak arra kell, hogy eljussunk például ehhez a helyhez, ami nem más, mint a fegyver research laboratory. Aha, és ezt miért nem lehet gyalog megtenni? Úgy? Ez a fegyver research laboratory. De Fincsinek néz ki ez a kis szó. Ó, de szomjas vagyok. Ja, én is. Máté, meghívlak. Jó. Hé, mínusz $1, te büdös csaló, csaló! Jó, majd odaadom, átutalom. Na, el is dobtam az üvel. Mutatom, amúgy láthatod az elképesztő penészgátló kék festéket a falakon, úgyhogy... Aha. Ez egy elég jó penészgátló dolog, és elmondom, hogy hogy tudunk, hogy lehet itt pénzt keresni ebben a bunkerban. Még ezek effektív. A mini tenger alatt járók itt fölöttünk. Hát azok az ilyen gázcsövek. Elmondom, hogy hogy lehet nagyon effektíven pénzt keresni ebben a bunkerban. Nem más, hogy lehet ebben a nagyon effektíven bunkerben nagyon effektíven pénzt keresni, mint hogy ez milyen hely? Itt meg nem is jártam. Azt akkor ez a bunker, hogy nem is jártam. Körbe se jártam még. Ja. Na mindegy. Ide is lehet rakni dolgokat. Úgy lehet pénzt keresni a bunkerban, hogy és már is... meg mindig nem válaszoltál rá, hogy ezt miért nem lehet gyalog megtenni? Meg lehet gyalog tenni, Máté, de azt csak a csórók csinálják. Ja, értem. Nekünk van külön... El tudod ütni az embereket? Hát, nem tudom, megnézzük. Hát jad, hogyha leáll a termelés, akkor te fizeted meg a káromat. Szerintem neki megy, és csak... Aha, nem lehet elütni. Aha. Nem lehet elütni, kemény legények ezek. Na, már is megmutatok valamit, Máté. Hogy lehet pénzt keresni ebben az elképesztő, hihetetlen bunkerban. A pénzt... Ja, nem is erre kell menni, várja. Gratulálok. Nem tudsz kijönni, te! Beragadtál! A francba! Ezt nem hiszem el! Várja, Máté! Nem lehet átugrani. No! Gyere, Máté, körbe! Arra menj! Arra menj, Máté! Igen. Arra! Igen. Várjál. Na! Ülj be! Na! Oké. Okay. Átjöttem. Át tud jönni, Máté. Na gyere, megmutatom, hogy lehet itt pénzt keresni. A srácoknak is meg tudom mutatni. Na, először is ide kell jönni ehhez az elképesztő laptophoz. Aha. Igen. Szóval ez ugyanolyan bunker, mint az enyém. Amúgy. Igen, ide kell jönni az elképesztő laptophoz, fel kell ülni, és ki kell upgrade-elni összön mindent, az 1.700.000-be kerül, hogy föl upgrade-elt. A izét nem kell, a security-t, mert az tök fölösleges. Mert úgyse jönne, erre nem jönnek rendőrségek. És ha fölupgrade-elted, akkor mindig venni kell stockot 75.000-ért, és el tudod adni 220.000-ért, vagy hogyha public lobbyban adod el, akkor 300.000-ért. Úgyhogy elég jó. Na jól van, akkor már te kivihozod velem a fegyverparcokat? Aha, kiviszem. Hagyja Agent 14, most nem érdekelsz. Most ki kell szállítanunk a fegyverszállítmányt. Lőni is kell? Hát lehetséges. Hogyha a gyors kocsik jönnek, akkor lőni is kell. Jó. De hát ezt már csináltad, ezt küldetést. Igen, csináltam. Csak most olyan fura, mert hogy nem ott onnan indulunk, hanem minden ebből a béna sivatagos helyről. És akkor azért ja. Ilyen fura. Hát ez azért vettem meg ezt a bunkert. 1.200.000 dollárért. közel volt a Motorcycle Clubhoz. És ez meg tetszik, ez a Motorcycle Club. Jó itt a térkép közepén lenni, mert bárhova küld küldetésre, akkor mindenhol sosincs ilyen nagyon távol, tudod. Aha. Már jönnek is ezek az őrültek. Igen, és gyorsak? Úgy látom, igen. Nem, ezek a vizével vannak azzal a furgonnal, úgyhogy ezek nem gyorsak. Nem, ezek gyorsak. Oh! Nyugi! Lőj, Máté! Meghalt. Tényleg a furgonnal vannak, akkor miért értek utol? Ja, hát már belementem a vizébe. És az is belement, de béna! Belement a hátuljában, na így már biztos, hogy nem érnek utat. Igen, és Krisztián, én ezt megértem, hogy neked megvan ez a bunkered, meg minden, és de így tudsz pénzt keresni, hogy kiszállítgatod a helyzet. És ha milliómos vagy, akkor miért neked kell kiszállítani a fegyvert? Mi ez a hát, sajnos, arra ezt nem vállalja senki, mert ez csak ilyen nagyon... Túl veszélyes? Hiper-szuper menő emberek. Ja, csak azok. Ja, értem. Azok vállalják el, és nem találtam nálam keményebb embert. Sem akarom kiadni a kezemből, úgyhogy ki szoktam szállítani. De Máté, ha azt hiszed, hogy ez minden, akkor
el kell szomorítsalak, mert közel sem minden ez még. Még ennél sokkal durvább dolgok is lesznek, és meg is mutatom. A fegyverkiszállítás után. És egyébként gondolkozhatsz, hogy miért beszélek most hirtelen ilyen fogyatékosul? Hát... nem tudom. Azért meg gazdag lettem. Igen, meg gazdag lettem, csak akkor mást kell beszélni, tudod. Figyelj, Máté! Egy gazdag ember, az nagyon elfoglalt, és folyamatosan mindenféle napi dolgai vannak, hogy fönt tudja tartani elképesztő, hihetetlen vagyonát. Jaj, például, már most hívnak is telefonon. Ejj. Máté, mert hívnak is telefonon, sajnos be kell mennem az ügynökségbe. Velem tartasz? Menjek be veled? Persze, persze, gyere be velem, nyugodtan. Jó. Gyere csak be velem. Pattanj be, Máté. És ez mi? Ez a te kacsid? És miért kell ilyen drágának tűnő, de rohadt olcsó kacsik? De nem, menni? Nem ezt akartam. Basszus, ezt nem hiszem el. Francba, most mi ez a fos jött ide? Mit? De most miért te nekem? Hát ez remek volt. És most Krisztián, most mi történik? Aj, Máté, te ezt nem értheted, mert te nem vagy ilyen elképesztő gazdag, mint én. Máté, nem kell nekünk vezetni ezt a izét, azt csak a csórok csinálják. A gazdagoknak sofőrje van. Igen. Pontosan. Gyere, már itt is van a sofőrünk. Gyere, gyere, pattanjunk be. Itt is van a sofőrünk. Szia, sofőrünk, hello. Jó napot, Thomas. Milyen benne az izé? Milyen a benne az ügynökségben? Milyen Tamász? Hé, hey, nem tudok előre szállni, meg akartam nézni a Tamász. Pattanj be, Máté. Na, Tamász, indulhatsz. Tamász? Hello, Tamász! Mi a helyzet? Hogy viselted ezt a sofőri munkát? Tamász, kicsit siessünk, jó? Jó van, menjünk. Máté, egyébként milyen napod volt? Hát elég remek. Igen, jó napot. Jó sofőr ez a Tamász. Ja, hát elég jó sofőr. Hát majd adok is neki egy jó kis balra valót. Ajaj. Ajaj, ez kicsit ilyen durva. Ja. Nyugi, a Tamászban megbízhatsz. Ő nem hibázik sosem. Igen. Persze. Már igen, 20 éve. Rángatom a kocsit. Már 20 éve van a szakmában. Honnan vetted fel? Tamász, honnan valósítod? Nem, már itt dolgozott. Már ott dolgozott. Mert ugye megvettem az ügynökséget. Aha, és miért te beszélsz helyette? Nem úgy van, hogy a gazdagok helyett beszél valaki? A Tamász az nem beszélhet. Mert? Mi az, hogy a gazdagok azok megásnék beszélnek. És ő nem beszélhetnek a közelükben. A Tamász ezt nem beszélhet, hanem ő a Tamásznak. Tamász a gőzmozdony? Igen. Jaj, várja. Várja, Tamász. Várj. Állj. Várja. Pisilnem kell. Hát, ez gyönyörű. Ott a folyó, miért nem pisíti a folyóban? Nem tudom. A körbára. Na, mehetünk, Tamász. Tamász, elfelejtetted? Sietni kell. Hé, ütköztünk! Tamász, megőrültél! Fizetés levonás! Ezt nem hiszem el, Tamász. Hogy tehettél ilyet? Leégetsz a Máté előtt. Ez hihetetlen. Még kell megküzdeni az embernek? Na mindegy, legalább. Mi a franc? Tamász, mit csinálsz? Hát életveszélybe érzem magam, amit megettem. Tamász, kirúgnak a francba. Hova megy ez a hülye? Ja, megfordul a másik sávba. Gyönyörű parkolás. Most ez mit csinál? Jó van, Tamász, köszönjük szépen a fuvart. Na menjünk. Ez mi volt? Gyere, Máté! Ez egy barom! Gyere, Máté, gyere! Hát látszik, hogy csak milliómos vagy, és nem milliárdos. Akkor egy kicsit normálisabb lenne a sofőröd. Na igen, és most hova megyünk? Jaj, ne! A szőrös melkosommal. Itt ugye nem bánják, hogy a szőrös melkos az embernek, ugye? Nem, persze. Jó. Gyere, Máté! Hello, Jason! Hello! F. Clinton és partnere. KFT. Te vagy a partnere? Hello, Jason! Hello! Hello Jason, a kínai fejű Jason. Hello. Na. Hello, már az USA-ba születtél már Jason? Máté. Kínában még Jason volt. Máté, a Jason az jó fej, ezt ne idegesíts. Igen, és ő ki? Ja, ez az észrevehetetlen nő itt a másik oldalon. Ő az Amy. Na menjünk. Amy. Hello Franklin, mi a helyzet? Franklin? Hú! Franklin! Máté, bemutatom Franklint. Hello Franklin! És itt van a Chop. Wow, hello, Chop! Meg lehet? Jó. Ugye nem harap meg? Nem hiszem.
Hello Franklin, mi a helyzet? Szevasz! Kaptam XP-t, én megsimogattam. Hello Franklin! Ú, te nagy rajongót vagyok! Ú, te nagy rajongót vagyok, tudtad? Tudtad Franko? Mi a helyzet Franklin? Milyen a napad? Hello Frankike! Hello Frankie! Hát el voltunk. Ja, tényleg a Thomas-t azt ki kell rúgni, mert az teljesen megőrült. Kétszer is belementünk a egy kocsiba, úgyhogy... Mit játszik? Ez megőrült. Mit játszik a Franklin? Valami launcher megvan neki nyitva. Gyere, Máté, menjünk be az én irodámba, gyere. Hello Franklin úr! Hello! Köszönöm mondjuk a vendéglátást. Nagy rajongója vagyok amúgy. Köszönöm. Ja. Jaj, hogy kell kivenni? Jaj! Egy. Gyere Máté, pattanj le egy kicsit kanapéra. Ez az irodán? Milyen csóró vagy? Nem az irodán. Irodám, csak itt megállunk. Máté, ahhoz, hogy a gazdag életbe belekóstolhass, ahhoz bele kell tenni a munkát is azért. Keményen megdolgoztam én is a vagyonomért. De amit láthatod, most itt vagyok, a 38. emeleten, az saját szuper ügynökségemben. Na gyere Máté, menjünk be az irodámba. Máté, eljössz valami megbízásra? Valahogy meg kell keresni a dollárokat. Hát elmehetünk, aha. Jól van, akkor nézzük is egy megbízást. Ide nem kell meghívnod? A agency-be? Nem, mert azt ugye a Motorcycle Clubból is üzemeltetettem. Ja, igen. És mi ez a 100 dolláros itt? Magadted? Ja, az az első 100 dolláros Amerika történetében. És ilyen nagy volt? Igen. Máté, mit csináljunk? Likvidáljuk likvidáljunk felszereléseket. Szerezzünk vissza egy járművet, vagy szerezzünk vissza ilyen ékszereket. Jaj. Micsoda? Likvidáljunk felszerelést, szerezzünk vissza egy járművet, vagy szerezzünk vissza ékszereket. Szerintem szerezzünk vissza a ékszereket. Igen, az a legfosabb küldetés, az adja a legkevesebb pénzt. Jó, akkor melyiket? Hát szerinted? A jármű... De jármű az olyan béna, az ékszer visszaszerzés, az jobb, ilyen izgalmasabb. Jó, akkor szerezzük vissza az ékszereket. Jó, akkor leszarom, hogy keveset keresünk. Na. Ingyen nyugodtan, azért van ott. Meghörpintettem. Ja. Jaj, ne, ezt nem akartam. Jaj, Máté, ez megőrült. Hello, Frank. Milyen Frank? Hát az ugyanúgy hívják, ez a Jason. Azért hívják Frank. Ez nem a Jason? Nem a Jason, az ott van lent. De nem a Franklint hívják Franknek. Van itt egy tárgyalós asztalos, mit tudom én, micsoda. Gyere, Máté. Jó, megyek. Ez időkorlátos? Nem. Fúj. Máté, van kedved repülni? Van, ha csak nem kéne így. Na mindegy. Oké, jaj, részeg vagy? Nem. Ezt nem hiszem el. Nem. Ugye én irányítom. Hát ez remek. Jaj, ne! Téged biztalak meg, ezt nem hiszem el. Jaj, nem, én téged tettek pilótának, ezt nem hiszem el. Hol kell menni? A tekilalába kell menni. Ja. És megkeverni őket. Itt most nem berekedni kell, hanem Máté, mert csináltam ezt hasonló megbízásokat. Nem mást kell csinálni, mint fel kell kutatni a széfet, és meg kell keresni a széf kódot, és akkor el kell hozni a cuccokat. De nagyon sokan fognak ránk várni, ezt már most előre. Jó, nyugi. Nyugi, lerakom biztonságba a gépe. Máté, szerintem autópilótára tedd, amíg kiózan ott, aztán utána mehet. Máté, ne a tetőre repülj, már nem tudunk elmenni. Tedd le ide középre, a kereszteződésre. Nyugi, megcsinálom. Na. Jó. Jó van, ügyes voltam, Máté. Na. Fúj! Folyékony a kép! Most nem más kell... Gyere, Máté! Gyere! Jó, elmúlt. Hú! Jól van. Igen, és mit kell csinálni? Nem más kell csinálni. Kell fegyver? Igen. Meg kell keresnünk a széfet, Máté. Széfet? Szép. Máté, van egy jó taktikám, itt föl kell állni az arra ládára, és le lehet oda lőni. Igen. Ott jön... Jönöm. Az csak a saját tükörképünk volt. Ha-ha! Máté! Nyugi! Hagyj kimenni, mert így nem jó. De mi jössz belém? Ezt nem hiszem el!
De most még kell rontani nekem? Hát ki rontja el neked? Hát én megyek előre, és gyilkoltam meg mindenkit, te meg itt izész. Itt elcseszed. Te pancse. Várjál, na ott van a safe, megtaláltuk. Valaki átbalőtt. Átbalőttek. Jó. Lőd azt is. Nyugi. Máté, megtaláltuk a safe-et, most már csak meg kell keresni a izét. A kódokat hozzá. Nyugi, lezúztam mindenkit. Én meg a király. Juhú! A kódz általában egy ilyen sárga kis cetli valahol le van rakva. Igen, ott szokott lenni benne a bárpulton, ott most nincs. Itt van a kis asztalon. Mennyi vett föl? Igen, itt egy kis sárga cetli, igen. Oké, és akkor menj oda és vedd ki a szépből az értékeket. Várjál, de már jönnek az őrültek! Á, hátba lőnek! Jó. Leszedtem a csicskát. Vigyázz, van ott még egy! Most jönnek ott innen. Jön. Szép volt. Jó. Máté, szedd ki a cuccokat a szépből és húzzunk innen. Jó, hol a szép? Fönn lesz a felső szinten szerintem. Ah, megvan a szép, jó. Kinyitom a szépet, Chris! Oké, és... Zsozsó! Ott vannak az ellopott ékszerek. Ja, nyakláncot kell elvinni csak. Ja, na menjünk. Meg van benne Máté, valami figura, meg kokó. Fognak ránk jönni ezeren. Be kell pattani majd a helikopterbe, azt valahogy el kell tűnni. Itt vannak matrak. Gyere Máté, már jönnek is! Pattanj be a helikopterbe. Jó. Itt vagyok. Gyere! Oké, és... Beültél? Igen. Jövök én is. Szállj be! Mehetünk! Woohoo! Ez az! Let's go! Hú, azt szépen megcsináltuk, Chris, nem? Hú, de király volt! Ez az, iszok egy kis pezsgőt. Let's go! Tudsz inni pezsgőt? Persze. Nyomika. Persze, te is szeretnél majd inni pezsgőt? Tisza pezsgőt hátul. Egy sikeres megbízás. Máté, a helikopter leszállóna, szálljunk le. Ott az a nagy H betű? Igen. Jó. És így nem is kell leszállni, hanem csak megnyomod majd a gombot, és akkor így leszáll magától. Jó, Máté. Basta, hát ez nagyon jó volt a küldetés. Nagy szerepet kaptam benne, örülök. Ja, jó, ügyes volt. Remélem, hogy a jussom is sem marad el. Hello Franklin, itt a nyakláncot te. Ott a nyakláncod a nyakadban, mi az, hogy mi az, hogy még egy nyaklánc kellett? Nem kaptam pénzt! Tolvaj! Tolvaj! Mi az, hogy nem kaptál pénzt? De hogy nem. Nem kaptam, te büdös tolvaj! Jó van, Máté, ügyes vagy. Nem volt rossz munka, de viszont... Egy dolog még hátra van. Itt amit... egy debelő szabar. Egy dolog még hátra van, amit még nem mutattam meg neki. Hello, Jason! Még egy dolgot nem mutattam meg. Hogy kell kimenni? Exit to ground. Hú, de jól nézek ki. Zé. Tanulhatná tőlem egy kis stílust, már nem azért mondom. Talvány! Ne! Ellopta a pénzemet! Ott egy Lamborghini. Vagy requestem a personal vehicle-emet. Nyugi, Máté, pattanj csak be hozzám. Miért nem tudom requestelni? Hú, hát ez remek, ez nekem is megvan ez a kocsi. Nos, Máté! Van még egy hely, ahova nem mentünk el, amit meg kell mutatnom. Jó, mehetünk. Csak siess, bejönnek a rendőr! Jó, menjünk. Máté! Itt is vagyunk mindjárt. Aha, és most miért nem valamilyen gazdag menő módszerre jöttünk? Miért ezzel a fos autóval? Mert most kicsit ilyen sportautós kedvem volt. Gyere, Máté! Menjünk be a facilitybe. Mi ez? Azta! Ez a Csillag Patriknak a lakóhelye. Ja, hogy ez lemegy, ja, az egyik. Mi a franc? Hol vagyunk? Ez a föld alatti bunkerem. Vagyis föld alatti bázis. Gyere csak mehet. Igen, és ez is ilyen milliómos dolog, hogy így villogsz. Pontosan, ez sem mellém, az talak, hogy vellagak. Na, hát igen, itt van a... Ezt még most vettem meg rámrég, annyira nem tudom, hogy ez hogy működik, de... Aha, és ez mi történik? Hát itten? Gondoltam, hogy vásárolok egy ingatlant. Nem, amúgy... mennyi pénzt kaptál amúgy a küldetésért? 36 ezer. És abból lettél milliómos? Nem. Akkor? Akkor miben lettél milliómos?
Hát a bunkeres kiszállításokból, akkor vettem ilyen kokain. Na, azért. Akkor azokat miért nem mutattad meg, te? Büdöske. Hát a bunkeres kiszállítás, hát azt megmutatom a bunkert. Azt a kokain, az meg ugyanolyan, mint a pénzhamisító, csak kokainos. Ja. Na, itt van Máté a jetpack-kel, magán. Beszállhatok? Még sajnos. Nem szállsz be. Mert még csak én szállhatok be. Ezt gyere, Máté! Mondod. Gyere csak utánam. No. Mit csinálsz, barom? Na. Gyere, Máté! Jó, és hogy tűnjek el én is? Hát a bejárathoz gyere, ahol bejöttünk. Jó, persze már. De hát ez nem menő módszer, milyen... Te ilyen csóró gazdag vagy amúgy, ilyen kis... Milyen csóró gazdag? Hát ilyen csóró gazdag vagy te. Nincsenek is ilyen menő módszereid, csak így elállítod az embert, az meg nem is igaz. Máté! Oszta! Máté, ha szeretnéd látni, hogy működik ez jetpack, akkor a srácoknak lájkolnia kell a videót. És amint lájkolják a videót, amint sokan lájkolják a videót, azaz 4000-en egy nap alatt, már is láthatják, hogy működik ez az elképesztő jetpack. Igen, ha lelőlek, go. Akkor mi történik? Ha lelősz, nem tudsz lelőni. Francba. Ne, le ne lőj, mert akkor lezuhan. Igen. Hé! Mi volt ez? Na, Máté, szeretnéd látni, hogy működik az a jármű? Persze, hogy szeretném. Oké, és nos. Akkor nem más kell csinálni a srácoknak. Mi 4000-en lájkolni ezt a videót? És láthatják ezt az elképesztő jetpacket. Működés közben. Gyerünk! Légy, srácok, lájkoljátok a videót, hogy én is beleülhessek, és meg tudjam mutatni nektek, hogy működik. Let's go! Hányós fejet vágci. Na, köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen nézzétek meg ezeket a videókat is, ugyanis ezek is biztos, hogy tetszeni fognak nektek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!